A Spiel des Jahres díj, vagy a német szakmai zsűri társasjátékos nagy díja, minthogyha egy folytatása következik plecsni lenne. Amelyik játékon ez megjeledik, annak folytatása fog következni. Ahogy a Kingdomino, no ahogy a Fedőnevek, ahogy a Micro Macro Crime City, úgy az Azul esetében is szépen lassan jöttek évre -lévre a folytatások. A szintre üveg a királyi pavilon után megérkezett a királyné kertje. Lássuk! Üdvözlök mindenkit hatalmasra, szeretettel sziasztok, én Zoli vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Az azó társas játékok nem számítanak kifejezetten komplex társas játékoknak, családi játékok közé sorolhatóak. Ettől függetlenül a királyné kertje jó sok ponton változtat az alapformulán. A következőkben megmutatom a játékszabályokat. Így néz ki a királyné kertje című társas játék, a ja két játékosra készítettem elő. Mindegyik játékos a saját színében kap egy kert táblát, vagy egy ilyen kertlapot, egy ilyen kiegészítő lappal együtt. A játéktáblát tegyük mindenki számára elérhető helyre. A játékos számtól függő mennyiségű lapkákból alkotunk összesen négy stócot. Mindegyik fordulóban majd egyet használunk ebből, hogyha ketten játszik a játékot, minden ilyen stóc öt darabból áll. A kimaradó stócokat tegyük elérhető távolságra, lefedve egy ilyen mínusz hatos tokennel. Mindegyik játékos a választott színében kapott kockát tegye a 15-ös pontra, 15 ponttal kezdjük meg a játékot, valamint mindegyik játékos kap két-két Joker lapkát. A játék összesen négy fordulóban áll, négy forduló során a játékosok ilyen szép hatszög alakú csempéket fognak a saját kertjükre pakolgatni, a későbbiekben bűvítik majd a kertjüket ilyen játék tokenekkel vagy ilyen játék terekkel, de alapvetően a játékosok ezen csempékkel töltik fel a saját kertjüket. Mindegyik forduló során a játékosoknak lesznek akcióik, és a forduló végén pedig történik egy kiértékelés. Azokat a színeket, illetve formákat értékeljük ki, ahol ez a bizonyos tárcsa áll, a játék elején állítsuk úgy, hogy ez fölfelé nézzen. Fontos változtatás ebben a játékban, hogy a csempéknek két tulajdonsága van. Az első három részben csak a színe jelentős, itt a színe, illetve a mintázata is. És a játékos a körében elvehet ilyen csempéket, akkor megnevez egy színt vagy egy formát, és az összes ahhoz tartozó színű vagy mintázatú csempét elveheti. Ez a játéktér a legelején még csak egyetlen lapkából áll, de amint egy játékos erről a kezdő lapkáról vesz el lapkát, akkor ez levándorol, és az alatta lévőre a húzózsákból töltünk. Tegyük fel, hogy ez a játékos a kezdője játékos, a fehér színe dolgozó játékos, Én azt mondja, hogy szeretne elben ilyen 6 hat, hat mintázatból álló csempéket, és a saját játékterére teszi az összes, ahhoz a mintázathoz tartozó csempét elveszi. Ezután, mivel erről a húzópakliról került egy csempe, ez a legfelső lekerül, és azonnal kapunk egy töltés, melyben négy csempét fogunk felrakni. Jön a következő játékos, a következő játékos is lehet, hogy az elvétel akciót szeretné használni. Hogyha ő például azt mondja, hogy a lila, sötét lila csempét szeretné elvenni, akkor nem veheti el mindkettő virágosat, mert ezek teljes mértékben ugyanolyanok. Ettől függetlenül mondhatja azt is, hogy ő szeretne elvenni a lilát, ebben az esetben ő dönti el, hogy melyik, csempe, vagy melyik stócról kerül a lila. Tegyük fel, hogy a játékos azt mondja, hogy a lilát szeretne elvenni, ezt a kettőt veszi el. Innen nem került csempelevétel, úgyhogy ez nem mozdul, viszont azon, azon a lapkák, amiről minden csempe lekerült, az megfordul. Innentől kezdve a játékos elveheti ezeket a lapkákat, és ugyanúgy az elvétel szabálynak megfelelően, és ezen szerepel egy már letett ikon, illetve szín. Abban az esetben, hogyha például a következő játékos azt mondaná, hogy ezeket a virágszimbólumokat szeretné elvenni, akkor megnevezi ezt a 6 darab tulipán szimbólumot. Ebben az esetben ez a, ez a, lapka is jön vele. Ilyenkor a játék, játék, szigorú azt mondja, hogy az összeset el kell vennie, hogy el tudja. Mindegyik játékosnak egy 12-es férőhelye van, illetve két ilyen hely ezeknek a lapkáknak. Abban az esetben, hogyha ez megtelt, akkor a játékos nem használhatja ezt az akciót, hogy mondjuk te, tegyük fel, hogy kezdőjátékos azt mondja, hogy el is szeretné vinni, és ezeket a csempéket, vagy nem biztos, hogy a csempének hívja a játék, de az előző azulokból nekem megmaradt, a technikusokat alapból lazán szoktam kezelni. Ezzel kapcsolom a türelmeteket köszönöm, automatikusan érkezik egy töltés. Jön a következő játékos, a következő játékos azt mondja, hogy hű, meglehetősen szerencsés töltésem van. Ez a játékos azt mondja, hogy fákat szeretne elvenni. Innen lekerült csempe, úgyhogy automatikusan kapunk egy töltést, és ez a dinamikus újratöltés határozza meg a játékosok játékát. Abban az esetben, hogyha a játékos nem szeretne elvenni ilyen formát, akkor megteheti, hogy lejátszik és építi a pici kis játékterét. Ahhoz, hogy építse a játékterét, azaz ilyen csempét szeretne lerakni a játékos, akkor megfelelő számú fizetést kell ezért eszközölnie. Abban az esetben, hogy a fát szeretne letenni, a fa letétele az egybe kerül, azt az egyet kell befizetni, amit lehelyez a játéktérre, nem kell kiterjednie. Játékosnak. Abban az esetben azon, hogyha más szimbólumot szeretne lepakolni a játékos, akkor a különbözetet, tehát az egyet, amit oda tesz azon felül, még fizetnék a játékosnak, azokat a toronyba helyezi. Ennek a fizetésében segít a játékosnak a Joker, ez nem helyezhető le a játéktérre, viszont segíthet a játékosnak fizetni. Ezek nem a toronyba kerülnek, hanem a játéktér mellé, és a játék során ilyen Jokerekhez később meg juthat még a játékos, hogyha körbe kerít bizonyos szimbólumokat, abban az esetben, hogyha ezt a kutat keríti körbe, akkor egy Jokerre jogosult, ha el tudja venni a padot, vagy ilyen szabracskát, akkor két Joker lapkát kaphat, abban az esetben, hogyha a játékosnak sikerül legyen ilyen körbe körbekeríteni, akkor három Joker lapkát kaphat, ami későbbi fizetésben nagyon hasznos lehet. Ismét ezen a játékoson a sor, ő azt mondja, hogy ő szeretne elvenni kéket, ebben az esetben a kéke kékekhez tartozó lapkákat elveszi a játékos, ez megfordul, ez oldalra megy, és automatikusan kapunk egy töltést. Ha egy játékos leszeretne pakolni ilyen alakzatokat, meg színeket, akkor a játék vége pontozás lesz nagyon fontos a játékosnak. Ezeket az alakzatokat, színeket érdemes egymás mellé pakolgatni, mert abban az esetben, hogyha legalább hármas csoportot alkotnak, akkor kapunk pontozást, annak fényében, hogy ez milyen formához tartozik. Tegyük fel, hogy ez a játékos azt mondjuk, hogy leszeretne tenni egy ö, fát. A fa nagyon jó lesz, mert ennek a fordulónak a végén mindenképpen értékelünk egy fát, és ott a sötétzöldet fogjuk értékelni, úgyhogy ez a játékos ezt az alakzatot leteszi ide, ezért nem kell extrán fizetnie, jön a következő játékos. Ez a játékos azt mondja, hogy én is leszeretnék tenni egy fát, ez a játékos ide tesz le egy fát, ezért extra költsége nincs. Jön a következő játékos, a következő játékos azt mondja, hogy én is mindenképpen leszeretnék tenni egy fát, és ezekből a fákból szépen lassan egy kis hármas csoport kezd alakulni, ezzel garantálva a játékosnak, hogy az egészen biztosan értékelve lesz. A csoportok tehát csak akkor értékelődnek, hogyha legalább három van belőlük, és akkor ügyes a játékos, hogyha ezeket az alakzatokat színhez is és formához is tudja csatolgatni, mert nem csak színek alapján csoportosítunk, hanem formák alapján is. Tehát, tehát hogyha a játékosnak sikerül ilyen nagyértékű lapkákat, vagy ilyen nagyértékű csempéket lepakolni színe és formája alapján is legalább háromban álló csoportokba, akkor annál többször kap majd a játék végén értékelést. Sőt, a játék végén, hogyha sikerül mind a hat színből álló, vagy mind a hat mintázatból álló csoportokat lepakolni, hat extra pontra jogosult. Ismét jön ez a játékos, az a játékos gondol egy merészet, és azt mondja, hogy ő szeretné játszani ezt a sárgát. Ahhoz, hogy ezt a sárgát lejátsza, ezért hatot kell fizetnie ebből egyet, mert kifizetett azzal, amit oda letett. Az összes többit viszont egyéb alkatrészekből kell kifizetnie. Ahhoz, hogy fizessen, pontosan ugyanolyat nem fizethet hozzá. Ebben az esetben a játékos vagy a szint, vagy a formát nevezi meg. Ő azt mondja, hogy én ezzel a formával szeretnék fizetni. Ehhez eldobhat ilyen lapkát is, tehát ilyen játéktérbővítő bővítő lapkát. Azt mondja, hogy én ezt a mintázatot szeretném ehhez elhasználni. Úgyhogy a játékos egy, kettő, Három jokerekkel 4-5-öt fizet ahhoz, hogy ez az egy darab lekerüljön, és ez még közel sem garancia arra, hogy a játékos a végén ezt értékelni tudja, ezért lesz fontos, hogy a színeket meg a formákat egymás mellé kötögesse. A jokerek ide kerülnek, a kifizetett alkatrészek bekerülnek a toronyba, ez a lapka pedig eldobódik. Jön a következő játékos, ő hisz abban, hogy ez a fabiznisz az kifizetődő lesz a játék során, ismét jön ez a játékos, ez a játékos azt mondja, hogy jól jó alaposan leapasztottam a raktáramat, és elfogytak a jokereim, amiket majd úgy tudok szerezni, körbe körbekerítek mezőket, úgyhogy jó lesz ennek a játékosnak azt mondani, hogy én szeretnék virágokat elvinni, az összes ilyen négy sziromból álló virágot elviszi, úgyhogy azt mondja a játékosunk, hogy ő ezeket szeretné ide kerülnek. Erről, mivel lekölt az utolsó, már nem történik töltés, megfordul az utolsó lapka, és így felváltva jönnek a játékosok mindaddig, míg mindkét játékos el nem passzol. Amikor egy játékos passzolt számára véget ért a forduló, hátradől, az összes többi játékos addig jön, ameddig szeretne, vagy ameddig ő el nem passzolt. Tegyük fel, hogy mindkét játékos passzol, a forduló végén kapunk egy kiértékelést, megnézzük a játékosoknak, hogy hány sötét zöld leépítetjük van, a fekete játékosnak van együtt, hogy ezáltal pontot kap, megnézzük, hogy hány leépített fánk van a fehérnek van egy, ennek a játékosnak van egy, kettő, három, ezután megnézzük, hogy hány kékünk van, mindkét játékosnak van egy egy ilyen kék ikonja. Ezután megnézzük, hogy hány leépített pavilonja van a játékosoknak, ugyanis hogyha egy játékos egy itt lévő pavilont leépít, akkor azáltal minden forduló végén egy-egy pontot kap, hogyha rögtön leépít hatot, akkor a játékos akár 6 pontot is kaphat ez kezdve minden egyes fordulóban. Ha a játékos szeretné, akkor megteheti egy aktív körében, hogy ezt leépíti, kiegészítve a középső teret ezzel, de nem köteles az itt elvettet elvenni. Abban az esetben, hogyha 6 pontot elkölt, visszalép a jelölével 6 pontot, akkor egy ilyen 7 üres mezőt biztosító helyet pakolhat le a játékos, ezáltal nagyon komoly építési szabadságot megadva magának. A negyedik lehetőség a játékosnak pedig, hogy passzol. Miután megtörtént a forduló kértékelés, ez a tárcsa mozdul, ezek az alkatrészek elmennek, és előkészítjük a következő fordulót. Kapunk egy újabb stócot, mire kerül négy új alkatrész és aki legerőször kipasszolt, ő lesz az új kezdőjátékos, és vele kezdve egy újabb forduló indul. Szerettem volna megmutatni most a fekete játékossal egy fiktív játékvégi állást, hogy hogy működik a játékvégi pontozás. Ezzel, elő, ezzel a jelölővel végig megyünk, és megnézzük egyesével, hogy van-e hármas csoportja az adott szémű, illetve formából a játékosnak. Kezdjük a világos kékkel. A világos kékből sajnos nem sikerült egy hármas csoportot összehozni a játékosnak, úgyhogy ezek a csempék a szín esetében nem hoznak pontot. A sötétlő esetében már pontot kap a játékos. A egyet, a madár után kettőt, a virág után négyet, tehát összesen 7 pontot biztosít a játékosnak, amit rögtön le is lép, ezután a világos lilával számol a játékos, ebben az esetben ezek számolnak, mivel egy hármas csoportot alkot, ez 5 meg 6, 11 pont, 14 pontot kap összesen a játékos eme csoport miatt. Meglehetősen nehéz ezeket lepakolni, nagyon sokat kell fizetni a játékosnak, de értékeléskor meglehetősen hasznos lehet. A sárgából nincs hármas csoportja a játékosnak, a világos zöld ből sincs hármas csoporti játékosnak, sötét zöldből viszont van, ebben az esetben kettő, meg négy, meg egy, az összesen 7 pontot kap a fekete játékos, amit lelép. Ezután megnézzük a fákat, a fákból sikerült egy hármas csoportot összehozni a játékosnak, úgyhogy egy, kettő, három pontot kap. A madarakból sajnos nem sikerült összehozni hármas csoportot a játékosnak, a pillangókból sincs hármas csoport, a virágokból viszont van hármas csoport a játékoknak, a virágok egyébként 4 pontot érnek darabonként, az összesen 12 pont. 53, 63. Abban az esetben, hogyha egy játékos áthaladna a nullán, akkor kap egy nexa amivel ezt jelölni tudja. Ezekből a kis búza szerűségekből sem sikerült a játékosnak összehozni legalább 3-as csoportot, és ebből a 6 színből sem. Így a játékosok lelépik a játék a pontjaikat, ebből ki kell vonni a játékterükön maradt, nem letett csempéket, ebben az esetben az játékos kapna mínusz 5 pontot, a jokerekért pedig plusz 1-1 pontot. És mint említettem, hogy a sikerülne egy hatos csoportot összehozni, ami csupak különálló alakzatból vagy színből áll, akkor extra 6 pont üti a a markát. Ez az azul a királyi kertje című játék gyors sumája lényege. Amikor jöttek a királyné kertjel az első visszajelzések, rögtön a legelső között volt olvasható, hogy ez a legkomplexebb, legnehezebb társas játékos sorozatból. Nos, igen. Sok ponton történt változtatás, és szerintem most már negyedik részre nagyon sok alapvetés szerettek volna a készítők elengedni. Ennek a játéknak két célja van. Egyrészt, hogy legyen, bővüljön az azújáték család, másrészt, hogy ezért legyen már másmilyen. Ez a bizonyos csempe elvétel fázis, ez kikerült, és egészen más hangulat játszani ezzel a játékkal, és nagyon szépen közeledünk, hogy mi valójában az azul. Mitől azul az azul? Alapvetően ezeknek a szép csempéknek a lepakolása, és ezeknek a költség kifizetése, szerintem a játéknak a, a fő, fő eleme, és ezeknek egymás mellé illeszgetése valamely szabály alapján. Játszottunk már 5 fordulót, játszottunk fix 6 fordulót, itt fix 4 fordulót játszunk. A legnagyobb változtatás azonban az, hogy ezek a csempék nem csak egy dimenzióval, egy információval rendelkeznek, hanem kettővel. Az eddigi három részben is kiegészítőkben csak a színe volt jelentős azoknak a négyzeteknek vagy a rombuszoknak. Itt most már egyrészt a formával is, másrészt a színnel is dolgozunk, és szerintem ez a legnyakatekertebb része a szabálytanulásnak, és ha ez megvan, akkor minden megvan. Két pontosan ugyanolyan csempével nem dolgozhat a játékos. Tehát, hogyha van két ugyanolyan, se felvenni, se letenni nem tudom. Ezen kívül egy csoportban sem tartozhat két ilyen csempe, ez a legfontosabb része, hogyha ez átment, akkor igazából az összes többi apróbb játékszabály az alátámasztja a játék lelkét. Leginkább a kalikóra hasonlít számomra ez a játék, egy picit nagyobb szabadsággal. A kaszkádiában én nagyon szerettem, hogy nem zárt a tér, itt zárt, de egészen biztosan nem fogom kitölteni, míg a kalikóban, ahogy a szagradában is, teljesen kitöltöm a teret, és megpróbálok minél több szabálynak megfelelni, és ez nem fog nekem sikerülni előbb-utóbb rákényszerülök valaminek az elengedésére. Ez a négy forduló annyira szűk, annyira kevés. Jézusom már a harmadik forduló végén vagyunk, már csak egy, és a negyedik fordulóban is bizonyos szempontból, hogy próbálok kicsikarni a lehető legtöbb lehetőséget, annyira szűknek érződik forduló számában ez a játék, és nem tudok mindent teljesíteni. Megpróbálok ügyes hármas csoportokat összehozni, és optimalizálni azokat a pontokat. Hogyha már elképesztő struggle keservek, kinkeservek, vergődés, arra lesekerült tennem egy ilyen hatos értékű dolgot, akkor már a formája, és akkor már a színe alapján is pontozzam. És igen, rá lehet futni analízis-palízis helyzetekre a játék közben, nagyon komoly számolgatásokra, lenne nagyobb nagyobb játékosszám esetén simán karszolgatjuk azt a bizonyos két órát. Szerintem, amit a készítők szerettek volna, megvalósult, másnak érződik. Ez egy más típusú az volt, picit haladóbb játékosoknak. Ahogy a négyzet lehetőségeket ad, annyival több a hatszög, annyival több lehetőséget ad. Legalább másfél szerese a játék feladványa. Sokkal nehezebb teljesíteni azokat a bizonyos célokat, és bizonyos szempontból masszívabban büntet is. Csinálhatod azt, hogy ész nélkül felveszegeted ezeket a csempiket, hogyha végig nem tudod lepakolni, olyan mínusz 10-20-30 pontokat rád a játék, hogy csak a faladja a másikat. Ebben a játékban számomra sokkal hangosabb volt az alkatrészre várok hatás, amikor is Jöjjön már az a rohadt sötét zöld madár, jöjjön már, és nem jön és nem jön. És pláne két játékos esetén, amikor nem ürül ki a zsák, ez egy furcsa elem a játéknak, ebből adódóan ajánlom nagyobb játékos számra, amikor minden egyes csempe kipörög, sokkal több lapkával találkozunk, és döntésem lehet az, hogy én nem foglalkozom egy alkatrészsel, itt simán lehet, hogy egyszerűen nem jött ki a zsákból, vagy nagyon szerencsétlen együttállásban, és nem volt lehetőségem sem egyáltalán bizonyos együttállásokat összehozni. Úgyhogy szerintem nagyon sokat szerettek volna változtatni az alapjátékon, szabadabbnak, vadabbnak, aszimetikusabbnak, burjánzóbbnak érződik, ha már már kertről van szó, akkor szerintem megengedheti magának tematikusan ezt a játék, holott még mindig absztrakt játékról beszélünk. Termékminőség tekintetében ez a játék a leggazdagabb. Több a csempénk, több az alkatrész, nagyobb az ár. Mivel alapvetően a gyártás euró alapú, és olyan gazdasági helyzetben vagyunk, amilyenben vagyunk, meglehetősen drágácska játéknak számít, dacára annak, hogy ez is egy absztrakt társasjáték, mint az eddigiek. Nekem ez a műanyag Joker csempék vitatható komponens érzetűek, pláne az alap uh, bakelitnek érződő, de uh, hasonlóan műanyag képest. Tehát nekem ezek a műanyag csempék nem annyira tetszettek. Uh, ez az ide-oda forgatható tárcsa jó ötlet ezzel a csavarral, ilyet még nem láttam általában, összepattintottam, és úgy maradtok, ennek el dolgozik. Nekem tetszik a szándék, hogy itt is van egy B oldal más pontozással. Haladóbb, de pontokon egyszerűbbnek érződő uh, játékszabályrendszerrel, egészen más döntéseket bíz a játékosra. Ez számomra, ez a játék jelenléte a játék szerzés magas Iskolája, amikor van egy egyszerű mechanizmusunk, és megnézzük a különféle elágazásait. Végtelenül kíváncsi vagyok ö, azoknak a véleményére, akik próbálták minden így részt, hogy milyen sorrendet állítanának játékosszám és élmény alapján. Én legjobban még mindig az alapjátékot szeretem, az egyszerűsége, szimmetriája játékossza és játékosszám kezelése miatt. Nagyon szeretem a harmadik részt, is, látjuk benne egyeniséget, és az mindenképpen vitathatatlan, hogy a királyné kertje egyeniséggel rendelkezik. Nem érződik bőrlehúzásnak, hanem annak érződik, hogy van egy csodaszép világunk, ami egy absztrakt világ és e e e e ezen belül rengeteg más izgalmas dimenziót nézhetünk meg. Ha esetleg van kedvetek az Azul a királyné kertjéről, vagy bármelyik másik Azul társasjátékról beszélgetni, várlak oda lent benneteket a kommentek között, beszélgessünk egy picit. Köszönöm szépen ezt a társasjátékot a Game hogy bemutathattam nektek, és bízom benne, hogy tetszett ez a videó. Ha igen, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok!